Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti webináriumon, amely a Makerspace mozgalomról fog szólni, és sok szeretettel köszöntöm Fuchs Pétert és Buda Barnát, a mai előadóinkat, és át is adom nekik a szót. Na, sziasztok! Remélem, hogy mindenki hall minket, mert a kis mikrofonja aktív, ez azt jelenti. Mi a következő egy órát arra szánnánk, hogy megpróbálnánk bemutatni ezt a mozgalmat. Nem egy könnyű feladat, mert egy olyan dolgot kell bemutatni, ami egy műhely környezetben működik. Ez egy kicsit mindig olyan, mintha a 12. században, 13. században könyvtárról próbálnánk mesélni valakinek, aki még csak tekercseket látott. És meg kell értenie, hogy ezekből rengeteg van, és egy helyen, de csak ott helyben. Sokszor hasonlítják a könyvtárhoz azt, amit mi csinálunk, csak nem egy későbbi diánkon ott is van a szöveg, hogy a Makerspace az egy a Fablabok és a Makerspace könyvtárak, amelyek nem könyveket, hanem gépeket adnak ott olvasásra. Mi egy nemzetközi mozgalomhoz tartozunk, egy nemzetközi modellt ehhez hasonlítunk, de körülbelül annyi a közünk más makerspace-ekhez, hogy hasonló a felszereltségünk, ugyanúgy, mint a könyvtárak, mindegy könyvtárnak van hívva. A Makerspace vagy a FabLab, azok nem franchise-ok, mint a McDonald's, vagy akár mondjuk egy iskolai módszer, hanem egy helységnek a neve. Nekünk nem sikerült lefordítani magyarra ezt a helységet, mert a bütykölde, vagy a bütykölők helye, az nem adja át, hogy itt miről van szó. Magát a elnevezést, a maker, ami mondjuk, hát mit is tudnék hasonlót mondani? Mondjuk a rocker. Igen, a rocker, vagy a punk, azok nagyjából tudjuk, hogy mit jelentenek. A hacker és a maker, az már egy bonyolultabb dolog. A hackerről ugye van egy képünk, hogy az mit csinál. Vannak hackerspace-ek a világban, mi nem hackerspace vagyunk, itt nincsenek fekete csukjás fiatalok, akik mások bankszámláit törik föl. Mi makerek vagyunk, mi nem rombolunk, mi építünk, és a bütykölő vagy a barkácsoló az nem írja le azt, hogy mit csinálunk. A legfontosabb fordítás az a dolgokat céllal alkotó, vagy tárgyakat céllal alkotó lenne, de ezt túl hosszú. Tehát, hogy ezt nem szeretnénk használni. És most ezt megragadva be is mutatkoznánk. Én Fuchs Péter vagyok, ennek a Makerspace-nek az egyik alapítója, amit a háttérben látható, ez a műhelyterünk. És kollégám Buda Barna, aki az egyik oktatónk, fejlesztőnk, oktatónk, és mesélj egy kicsit arról, hogyan került ebbe a történetbe. Igen. A Buda Barna vagyok, és 16 éven keresztül voltam gyermekotthonokban nevelőtanár. Mellette börtönben is dolgoztam, mint tanár, illetve bezárkóztató képzéseken. Ezt azért szoktam elmondani, meg azért tartjuk fontosnak, mert mi alapjában véve tematikákat dolgozunk ki Makerspace környezetre, és mi úgy szeretnénk ezeket kidolgozni, hogy ez minden gyereket elérjen. Tehát mi nem egy elit képző intézmény akarunk lenni, hanem mi minden gyermeket megfogunk, és mi olyan tematikákat szeretnénk kidolgozni, amely globális és mindenkit elér, és igyekszünk úgy összeállítani a Makerspace-ben dolgozó emberek összetételét, vagy igyekszünk, törekszünk erre, hogy mindenféle és nagyon sokféle és színes emberekből álljon. Amikor engem Péter megkért, hogy mi lenne, ha kilátogatnék, akkor még Nagykovácsban voltunk a Makerspace-be, akkor én kimentem, és úgy voltam vele, hogy hát igen, nem vagyok egy technikai ember, olyannyira, hogy bár most már össze tudok rakni egy IKEA-s ágyat úgy, hogy a feleségemmel nem veszünk össze közbe, de hogy azért ez nem mindig volt így. És hát csodálkoztam, hogy hát mit tudok én itt keresni, hát én egy magyar szakot végzett tanár vagyok, aki nem nagyon ért a technikához, de aztán nem volt időm ezzel sokat foglalkozni, mert Péterék rögtön jövő hétre egy táborba, mint oktató beledobtak mélyvízbe, és nagyon jól tették, viszont nem volt ilyen egyszerű, mert arra gondoltam, hogy ó, majd jönnek a gyerekek, és majd csillogó szemmel fognak
itt minden kütyüt megragadni, és nagyon jó lesz a dolgom nekem, csak mint háttérbe húzódó mentornak kell ebben részt venni. Hát nem így történt, mert tulajdonképpen 16, nem, többen voltak, 20 gépész hallgató jött, 16 évesek, akiket úgy ráncigáltak el a suli hétről, aminek a pénteki napján egy óriási diszkó volt, és mindenhol szerettek volna lenni, csak ott nem. És aztán a második nap történt az, hogy éppen ez egy jövővárosa tábor volt, ahol a gyerekek egy várost építenek fel, hogy ezek a gyerekek éppen egy környezeti elemet, egy hegyet ragasztottak itt már 2 órája, mert annyira meg akarták csinálni. És azt mondta az egyik a másiknak, hogy hát nem gondoltam volna, hogy valaha mi együtt fogunk tudni dolgozni, és hogy sikerül ezt a várost létrehozni. Ez engem annyira megragadott, hogy azóta itt vagyok, és már akkor láttam, hogy ez a dolog, ez egy nagyon jól működő dolog, hogyha 16 éves gyerekeket úgy tudunk utána hazaengedni, hogy azt mondták, hogy milyen pórul járt az a csapat, aki nem jött el. Úgyhogy én így kerültem ide, és azóta is nagyon örülök, hogy itt vagyok. Az, amit mi csinálunk Makerspace címen, az nem teljesen ugyanaz a világban mindenhol. Ahogy a könyvtáraknál is nagyon különböző könyvtárak vannak, nem mindegyik Makerspace oktatással foglalkozik. Viszont azt megérteni, hogy mit keresünk az oktatásban, meg lehet érteni a Makerspace környezetéből. Makerspace-ek a világban nagyon sok helyen vannak. Tehát körülbelül 3 és 4 ezer közé tehető a számuk. Elsősorban a nyugati világban, de nekem az egyik kedvenc Makerspace-em az Norilszkban van. Ez a legészakibb város Oroszország területén, szibériai város, ahol még élnek emberek, és ott is van Makerspace. Egy nagyon pici, de nagyon lelkes csapat. Oroszországban tudom, hogy kötelező regisztrálni őket, ott például 70 darab van Makerspace-ben. Tavaly még csak 68 volt, most nyílt 2 újabb. Ezek, hát így nagyon csúnyán mondva, ezek ipari prototipizáló központok. Nagyon, nagyon rémisztően hangzik, de azt akarja, hogy ezek olyan helyszínek, ahol emberek ötleteket visznek, tehát ott nincsen gyártás maga, és egy ilyen közös műhelyben, egy ilyen közös térben ezeket az ötleteket megcsinálják. Rendelkezésükre áll minden olyan gépezet, ami ebben segít, és ha megvan az ötlet, akkor utána azt termékké változtatják, és piacra viszik. Nekünk az ötletünk, és nem csak nekünk, mert nagyon sok Makerspace erre felé mozdul, hogy nem csak konkrét termékeket visznek piacra, hanem egyáltalán termékfejlesztésen keresztül egy projektmódszerrel tanítanak gyerekeket arra, hogyan kell life és work skill-eket fölszedni, tehát olyan készségeket, amelyeket bármilyen munkahelyen, minden munkahelyen tudnak kamatoztatni. Ilyen például a csapatmunka, ami számunkra az egyik legfontosabb. És hogyan tudnak ezekkel a képességekkel, hogyan tudnak ezekkel a képességekkel fejlődni, új tudományterületeket, új ismeretanyagokat elsajátítani. Ha például a podcast megkérdezi, hogy én mivel foglalkozom, akkor a leggyorsabb válasz az, hogy 3D nyomtatásra és robotikára tanítok gyerekeket. Ugye Barna mondta, hogy mi az ő háttere. Én, ha minden jól megy, akkor esztétika szakos bölcsész voltam, bár sosem fejeztem be. Viszont már ott azzal foglalkoztam, hogy a gyerekeknek milyen a jövőképe, és milyen médiumokat fogyasztanak. Én ezt a kettőt kapcsoltam össze. Nagyon hamar rájöttem, hogy az a módszer, ami a Makerspace-ekben tetten érhető, miszerint általában céllal jönnek emberek, hogy tárgyakat alkossanak, kiváló arra, hogy gyerekeket a gondolataikról kérdezzük. Tehát mi tulajdonképpen azt csináljuk itt a makerspace.hu műhelyben, hogy gyerekekkel meséltetünk el történeteket műhely környezet segítségével. Tehát olyan kérdéseket teszünk föl nekik, olyan helyzeteket idézünk elő, amiben ők szívesen beszélnek a környezetükről, szívesen kifejezik azt, ami bennük van, viszont ezt nem úgy teszik, hogy körbenülünk és beszélgetünk, hanem ahogy most a képen is látszik, ez a Makerspace, az új közösségi tér, ők dolgoznak közben. Tehát mi nem azt kérdezzük, hogy szerinted milyen lenne a jövő autója, ma például volt egy foglalkozással a jövő közlekedési járműveit csinálták, hanem alkossd meg a jövő autóját 3D tervezésben, és utána nyomtassuk ki, tegyük be egy diorámába,
legyenek közlekedési lámpák, ha vannak egyáltalán közlekedési lámpák, kezdjetek el egy városmakettet építeni a jövő városában, és ezt odáig visszük, nekünk ugye a tananyaggyártás a feladatunk, hogy az egész jövő város tematika végig megy a város különböző területe, a városi élet különböző területein, és közben a gyerekek, anélkül, hogy bármennyire is figyeltek volna erre, ahogy Barna hívja ugye a rejtett bújtatott tudásátadással, mi megtanítjuk őket azokra az alapvető készségekre, mint amilyen a kétdimenziós tervezés, háromdimenziós beeresztés, tervezés, munkafolyamatok kezelése, projektmenedzsment, gazdasági menedzsment, és így tovább. Tehát mi ezeket mind beleszőjük ezekbe a játékokba, amelyek tulajdonképpen csak egy ilyen műhelytérben tudnak érvényesülni, ugyanis rendelkezésünkre áll minden olyan technológia, amivel kifejezhetik magukat, nem is egyszerűen csak egy magasabb szinten, hanem azon a szinten, ahogy mondjuk egy felnőtt projektcsapat, tehát mondjuk egy munkavilágában érkezett projektcsapat kifejezni magát. Tehát mi nem teszünk különbséget a gyerekek és a felnőttek eszközhasználata és eredményei között. Ez az, ami a gyerekeknek a legfontosabb. Tehát ők a mi műhely környezetünkben nagyon komolyan vannak véve, felnőttként vannak kezelve. Olyan felelősséget adunk nekik nagyon sok helyzetben, amit eddig ők nem tapasztaltak egy ilyen környezetben, és ezt azért tehetjük meg, azért ilyen hosszú a felvezetésem, mert maguk a gépek, amiket használunk, tehát a 3D nyomtató, amiből tettünk egyet oda, hogy lássátok, de hogyha egy kicsit elmozdítom a képernyőt, remélem, hogy a jó irányba, igen, akkor látszanak mögöttem a többi 3D nyomtatóink, mert hogy miért is akartam mondani, bocsánat? Azért, mert hogy fontosnak tartjuk azt, hogy minden gyerek eszközhöz jusson. Igen, ez tehát, nagyon minden fontos. Gyereknek igen. Legyen lehetőség arra, hogy kipróbálja a 3D nyomtatást, és nem egy gépen, vagy két gépen, hanem nekünk ezért van 8, illetve 12, hogy minden gyerek eszközhöz jusson. Igen, itt közben a cseten írja Judit, hogy a műhelytér, ez egy jó szó. Nekünk nagyon fontos, hogy például a műhelytérben más szabályok vonatkoznak, mint a várakozó térre, vagy a pihenő térre. A műhelytérben nagyon komolyan veszük magunkat, és nagyon világosan oda kell figyelni ezekre a szabályokra. Egy osztályteremben más helyzetek adódnak, más környezet adott. Itt nagyon komoly gépek vannak, mi a fűrészt nem lakatoljuk le, vagy a fúróállványt nem vénítjük le egy kulcssal, hanem egész pontosan megmutatjuk a gyerekeknek, hogyan kell használni, olyan feladatokat adunk nekik, amelyekben használni kell, és ők használni is fogják, és ők fognak odajönni hozzánk, hogy megkérdezik, hogy mutassuk meg nekik újra a fúrót, hogyan kell használni, mert nem szeretnék elrontani. Tehát ők nagyon, nagyon meghálálják ezt a tiszteletet, amit adunk nekik ebben a térben. Ezért. Nem? Rögtön jött egy kérdés, de nem muszáj egy légtérben lenni mindenkinek, de nagyon-nagyon javasolt egy légtérben lenni mindenkinek. Mindennek. Mindennek. Minden technikára gondolattal szerintem. Igen, a technikára. Bocsát, félreolvastam. A Maker Space-ekről még egy kicsit. A Maker Space-ek, mint a képeken is látjátok, általában nagy terek, és ennek van egy oka. Az az oka, hogy akár közösségi Maker Space-ek, amelyek elsősorban fiatal vállalkozók számára nyitottak, akár oktatási makerspace-ek, amik iskolákban vannak, amit mondtam, ez a 3-4 ezer makerspace nagyjából fele közösségi, másik fele meg iskolai makerspace, ami kifejezetten iskolákba beépített új típusú oktatási helyszín, műhelytér. Hogy muszáj a eszközöknek egy légtérben lenni, nem muszáj, de a nagy munkaterületek, ahol összeszerelést végzünk, ahol nem a por keletkezik, azok általában egy összefüggő tér, azért, mert a közösségi makerspace-ekben nem bújnak el egymás elől az emberek, kifejezetten cél, hogy az egyik ember lássa, hogy a másik mit csinál, hátha tud tőle tanulni, vagy hátha tud neki segíteni. Ez például annak a megértésében, hogy mi mit csinálunk, nagyon fontos. A makerspace, hogyha sok itt szobában áll, ahol egyenként dolgoznak emberek, nem működik. Ezt nagyon sokszor láttam, én körülbelül 60 makerspace-ben voltam eddig, és szerte a világban, és ez egy közös együtthatójuk. Azok nem különböznének az alaksori kis barkács műhelyek. Tehát, hogy így akkor ez nem válik közösségivé. Ez a közösségi szó itt ebben a szempontból azt jelenti, hogy közösen és egymástól tanulva. És ez egy nagyon fontos dolog a makerspace-ekben, az egymástól tanulás. Hiszen
nem feltételezhető, hogy mindenkiért minden technikához, tehát ezért gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon fontos része. És válaszolva a kérdésre, sok olyan makerspace van, ahol egyébként nagyon különböző neveik vannak ezeknek a helyeknek, néha nem ez a közvetlen nevük, hogy Makerspace Varsó mondjuk, hanem egy bitfangos nevet kapnak, de hogy néha FabLab-nak hívják őket, a FabLab az egy típusa a Makerspace-nek, egy altípusa, de jelentős különbség nincsen. Néha azokat a gépeket, amelyek jelentős kosszal járnak, azokat külön helységbe teszik, de csak a megmunkálás idejére mennek be oda, vagy hát egyáltalán, ha be kell menni a megmunkálás idejére. A másik, amit Makerspace-eknél nagyon ki szoktam hangsúlyozni, az, hogy ezek digitális alkotóterek. Tehát itt digitális alkotás folyik az esetek többségében, a 3D nyomtatás, a CNC gépek, mint amilyen a 3D nyomtató, a lézervágó vagy a CNC maró, esetleg a programozó környezetek, tehát ahol kódolunk a gyerekekkel, ezek nem igényelnek kézügyességet. Emellett vannak kézügyességet igénylő gépeink is, az egyszerű megmunkáló szerszám, amelyek körülbelül 20 ezer vagy akár ennél több éve is egyformák, tehát a kalapács, a véső, a reszelő, a csatú, ezek olyan eszközök, amelyekhez kell kézügyesség, de nem szorul ki senki az alkotásból, hogyha nincs kézügyessége, mert meg fogja találni a helyét a gyártási, a tanulási folyamatban, mert ha kell, akkor számítógépen digitálisan tervez, ha kell, akkor meg pontosan kiszól. Erre nagyon jó példa a lézervágás. Mutatok egy példát erre. Ez egy lézervágott épület. Aki már járt nálunk, az láthatta. Ez egy bajorországi színháznak a lézervágott makettje. Ez itt látszik, hogy milyen darabokból áll össze. Vissza is hiszem. Ennek az élesztéséhez például gérbe kell csiszolni a lapokat, hogy pontosan lehessen ragasztani. Meg lehet csinálni azt is, hogy ezt egy CNC gép csinálja, nagyon-nagyon nagy energiabefektetés, vagy lehet ilyen cikcakosra venni az illesztését, de alapvetően úgy a legszebb, hogyha gérre van csiszolva, ami egy kézügyességi feladat, vagy részben kézügyességi feladat, az biztos, hogy a gyerekek borzasztó sokat tesznek azért, hogy ez az ügyességük meglegyen. Tehát én magam is így tanultam ezeket a csiszolásokat. Közben Antal újra hozzászólt, azért kérdezi, mert ő külön vennék a saját alkotóterükben ezek szerint a digitális és manuális oktatást. Alkotást. Mi nem szoktuk külön venni. Tehát az a műhelytér, amit mögöttünk láttok, az mind a kettőt, hogy mondjam, angolul akartam mondani, housing, mind a kettő itt történt. Tehát, hogy igen, nincs ekkora helyük. Hát, erre nem tudok mit mondani, alkalmazkodni kell. Én nagyon-nagyon furcsa makerspace-öket is láttam. Tehát volt olyan makerspace, amiben a legnagyobb tér 8 négyzetméter volt, de volt belőle 20 darab. Tehát, hogy akinek ami jut. Tehát, hogy ettől nem fog semmi összeomlani, csak meg kell találni majd azt a közösségi szervezőelvet, ami ennek a deficitnek megfelel. Tehát, ami majd megoldja ezt, hogy nincsenek egy helyen a gyerekek. Lehet, hogy az udvaron kell megbeszélni, tényleg. Tehát én a legvadabb hely, amit láttam, ott például a lézervágónak nem volt elvezetése, hanem minden alkalommal kitolták az udvarra, ott vágtak vele kicsit, majd visszatolták. Tehát, hogy és ez Amerika, ahol teljesen mások a szabályok. Szóval, hogy és közben a gázok, ami egyébként ugyanaz a gáz, mint elégetnénk a fát, tehát nem kell annyira kétségbe esni, azok a levegőbe elosztottak a udvaron. Ha esett a hó, ha fújt a szél. Tehát, hogy ez ilyen nagyon érdekes helyzetek adódnak, bármihez lehet adoptálódni, és nagyon különbözőek a lehetőségek. Nekünk sem mindig ugyanilyen lehetőségek álltak rendelkezésünkre. Visszatérve a kézügyességhez, amit mi csinálunk, az a digitális polgárságnak, a digitális létnek egy nagyon fontos eleme, ugyanis mi azt látjuk, hogy inkább a szülőkön látjuk, hogy a szülők aggódnak azon, hogy a gyerek egy digitális világban él, és
Hát ezt nem tudom közhelyesebben mondani, de nem megy le a grundra focizni. Tehát, hogy állandóan a telefonon lóg, vagy a számítógépen, most már inkább telefonon, és úgy látják, hogy nem vesz részt abban a hatalmas élményben, ami az élet. Tehát, hogy hiányolják a megfogható dolgokat, amikor emberekkel találkoznak, amikor, igen, hogy itt a gépezik, pontosan. Na most nálunk is gépeznek a gyerekek, de gyakorlatilag ugyanazok a képek vannak, mint amit itt láttok ezen a dián. Itt úgy gépeznek a gyerekek, hogy közben alkotnak is. Tehát erre mondom azt, hogy a Makernek a legjobb fordítása az a tárgyakat céllal alkotó. Ők arra használják a gépet, hogy tervezzenek. Ezt nem mondom egy könnyű folyamat, ma is itt tervezett 10 gyerek, kicsit arrébb azért nézek ki, mert a szomszéd asztalnál vannak a tervezőgépek. Nagyon nehéz motiválni őket, hogy ne kapcsoljanak át rögtön egy YouTube csatornára, hogy nézzenek valami játékot, valami őrültséget. Ezért folyamatosan adni kell nekik a feladatokat. Ha túl jól csinálják, akkor szoktak átkapcsolni, tehát amikor már nagyon megy nekik a tervezés, ilyenkor nehezíteni kell a feladatot. Tehát egyébként mi, amikor a tananyaggyártással foglalkozunk, ez a legnagyobb kívás, hogy elég nehéz feladatokat adjunk, hogy ne unatkozzanak a gyerekek. Nagyon-nagyon fontos ezt látni, hogy, és sokszor mondom, amikor kérdezik azt, hogy miért akarom még jobban leterhelni a gyerekeket, hogy mondjuk egy iskola utáni foglalkozáson még a jövő városáról, vagy szuperhősökről kell, hogy alkossanak, amikor már így is mennyi terhet kapnak a iskolától, amire én mindig szélesen elmosolyodom, és azt mondom, hogy én játékidőből akarok elvenni. Tehát abban az időből, amit gépe előtt töltenek, de nem a hagyományos értelemben vett tanulás folyamata, hanem ez a szórakozás idő, én ezt a szórakozást nagyon-nagyon komolyan veszem. Én nekem egy játékfejlesztői hátterem van, és számomra, én például a képességeim nagy részét játékokban tanultam meg, amit a Barna ugye bújtatott tudásnak hív. Mondd is rá néhány példát. Igen. Ami egy ilyen műhely környezetet mégis felruház olyan dolgokkal, hogy felkelti a gyerekek érdeklődését, ösztönzi, motivációt ad nekik, és fent is tartja a hosszú távon, az a fajta módszer, amit mi alkotópedagógiának nevezünk, amely tulajdonképpen rokona annak a dolognak, amit cselekedve tanulásnak nevezünk, viszont nálunk ez a cselekedve tanulás, ez úgy zajlik, hogy ezt a gyerek szinte észre se veszi, és mindezt a keretmeségnek köszönhetünk. Ez az egész tér. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tananyagainkban ez a bújtatott tudás átadás, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy úgy sajátít el a gyerek képességeket, készségeket, technikai tudást, hogy ezt nem veszi észre. Itt mindig fel szoktam hozni azt a példát, hogy amikor nyári táborokat tartunk, akkor a végén, illetve közben is nagyon fontos számunkra, hogy a gyerek visszajelezzen, hogy milyen, hogy érzi magát, hiszen ebből tudunk mi is tapasztalatokat szerezni. Egyébként meg fontos a gyerek számára is, hogy elmondhassa a véleményét. Tehát, hogy ott meg szoktuk kérdezni, és azt mondta az egyik gyerek egyszer, hogy tök jó, azért volt jó a ti táborotok, mert azt csinálhattuk, amit akartunk. Ez volt a mi egyik legjobb dicséretünk, mert hogy akkor a gyerek nem vett észre, hogy marhára nem ez történt, mi elég szigorú rendszerint építjük fel a tematikáinkat, amiből az a lényeg, hogy ők semmit se vegyenek észre. Mondok erre egy példát. Még a csavarozást meg lehet úgy tanulni, hogy tessék fiam, itt van a csavar, itt pedig az anya rá kell csavarni, vagy a fúrást úgy, hogy ez a behajtó rárakod, benyomod, azt meg lehet tanulni úgy is, hogy a gyerek mindebből semmit se vesz észre. Itt, amit Péter mutat, ez egy napelem, amely egy zöldmérnökök nevű tematikánknak a része, ez egy három foglalkozás, három alkalmas szakkörrész. Az a lényege, hogy a gyerekek a Marsra, vagy éppen egy oázisba kerülnek, ahol ki kell találniuk az energiaellátását az expedíciónak, és tulajdonképpen az a feladat az első alkalommal, hogy csavarozzák össze, amit az előbb Péter mutatott, ezt az előre legyártott elemekből lévő napelemnek a keretét, a vázát, és a gyerekek, én mindig bemegyek és mosolygok, hogy két órán keresztül másra csinálnak, csak csavaroznak, amiben semmit nem vettek észre. Most gondoljátok el, hogyha két órára a saját gyereketeknek vagy tanítványotoknak azt mondjátok, hogy na nézd csak, fiam, két órán keresztül most csak csavarozni fogsz, az első 5 perc után szerintem lázadás vagy nem tetszés nyilvánítás
van, itt nálunk ebből semmit nem vesznek észre, vagy a másik kedvenc példám, amikor a csavarozást úgy tanítottuk meg, hogy alieneket raktunk egy patuskókra, és besötétítettük a termet, és a behajtónak a kis világítása volt az, ami az egyedüli fényforrást adta, és a gyerekeknek idő alatt X minél több mennyiségű csavarral alieneket kellett hatástalanítani. Ezek tulajdonképpen céltáblák voltak, amiket lézerrel meggravíroztunk, hulladékfákat. Tehát, hogy tulajdonképpen az egésznek az adagköltsége lehetett 20 forint. Így van, így van. Szóval ez lenne a bújtatott tudás átadás, amely áthatja az egész módszertanunkat, illetve azt, hogy keretekben rakjuk. Tehát minden tematikánk, akkor most egy kicsit felsorolom, tehát amiből szakkört tartunk, az a jövővárosa, a digitális történetmesélés, vagy szuperhősök, a zöldmérnökök, bocsánat, három, ami megy, de folyamatosan dolgozunk a többi. Ezeket mind áthatja, úgy épülnek fel, hogy a mékeszpészatta technika mindegyikben benne szerepel. Viszont mindegyikre egy más-más tematika van. Na, de majd aztán még visszatérek itt az alkotókat. Itt remélem, hogy látjátok, hogy hol van a prezentációnk. Egy kicsit itt az időn meséljünk a technológiákról. A makerspace-ek, tehát nehéz definiálni, hogy mik ezek a digitális közösségi alkotóterek, de az biztos, hogy bizonyos technológiák biztosan megjelennek benne. Erre szoktam azt mondani, hogy a maker a mozgalmat egy technológiai váltás hozta. Ilyen technológiai váltás volt Gutenbergnek is a könyvnyomtatása, amely lehetővé tette, hogy széles körben elterjedjen a írás művészete, és jelentősen megnőjön a írni olvasók száma. Egy kicsit hasonló történik ma a gyártás technológiával, a digitális megmunkáló technológiával. Hirtelen mindenki számára elérhetőek olyan CNC gépek, mint amilyen a lézervágó, vagy hát ha nem is mindenki számára, de az ipari áruk egy ezreléke, vagy akár egy ezreléke az a legkisebb, és lehet egy lézervágónak az ára, ami eddig egy ilyen, hát hogy mondjam, az ipari felhasználás egyik kiváltsága volt. A 3D nyomtatás az, amit talán a legjobban ismernek a kedves hallgatók. A 3D nyomtató az 15-20 évvel ezelőtt egy science fiction filmben lévő kellék volt, amiről nagyon nehéz volt elképzelni, hogy szívet, emberi szívet tud nyomtatni 2016-ban. Ezt azért tudom ilyen biztosan mondani, mert én magam láttam egy műtétet itt Magyarországon, ahol a páciensnek a szívét, szívbillentyűjét ott helyben a műtét során nyomtatták ki. Éppenséggel pont ugyanolyan nyomtatóval próbálták meg először nyomtatni, mint amit mi is használunk. És amikor azt bepróbálták, hogy az egy működőképes billentyű, tehát odafér, akkor ugyanazt a tervet áttették egy bionyomtatóra, ami hihetetlenül drága és nagyon, nagyon komoly anyagokkal dolgozik, a páciens saját vérét és enzimeket használt, kinyomtatták az ő saját szívbillentyűjét, és bevarták a szívére. Túlélte a műtétet, és én 2 évvel ezelőtt tudtam, hogy még mindig életben van. És a 3D nyomtatás az egy egészen új technológia, és egészen megfizethető áru. Most ez a megfizethető áru, ez egy nagyon nehezen definiálható dolog, mert amit mi csinálunk drága, viszont van egy óriási előnye, láthatóan hat a gyerekekre. Tehát abban a világban, ahogy Judit írta előbb, állandóan gépeznek a gyerekek, mi egy olyan helyszín vagyunk, a makerspace, ami föl tudja venni a versenyt a gépekkel. Tehát meg tudjuk azt tenni, hogy a gyerekek elfelejtik, Barna mesélte az egyik táboron, hogy számára az volt a legnagyobb dicsőség, hogy a gyerekek elfelejtették, hogy hozták a mobiltelefonjukat. Tehát nem volt oka, amiért használják őket, de ez nem 10 évvel ezelőtt volt, ez idén nyáron volt. Tehát, és reméljük, hogy jövő nyáron is ez fog történni, a szakkör alatt gyakran elfelejtik rossz a mobiltelefont, mert van mit csinálni. Például az eredetek úgy terveztük, két órás nálunk egy szakkör, hogy 1 óra után szünet van. A gyerekek nem igénylik, mert az egyik srác mondta, hogy minek, mert kimegyünk, és akkor a telefont veszünk elő, és így már úgy tehát teljesen felesleges kimenni, mert itt sokkal érdekesebbek a dolgok. Tehát, hogy ez. Az elektronika, hát az elektronika az egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt hiszem, hogy a digitális témahét során már többször felmerültek a mikrokontrollerek, mint amilyen a Microbit vagy az Arduino
robotnak a tere, az említése. Ez például egy mikrobites robotautó, aminek most sikerült elvesztenem a tápját, úgyhogy nem tudjuk bemutatni működés közben, mert szétszettem. Nem, szétszettem az elemet, és nem működik. Majd holnap megcsináljuk. Ez a mikrobit. Igen. A mikrobittel biztos találkoztatok már. A mikrobit mikrokontroller, azt szokták mondani, én személy szerint azt szoktam mondani, hogy a jövő tankönyve. Ugye az Egyesült Királyságban a BBC minden 11 és 16 év közötti diáknak akar adni egyet ebből az eszközből, vagy már adja is őket. Könnyen lehet, hogy a jövő munkáinak, a jövő tudásának ez az egyik kulcsa, ez a kis szerkezet. Sokan közületek már ismerik is. Mi is nagyon jól ismerjük, és mi kifejezetten arra keressük a választ, hogy mit lehet vele csinálni, mi mindent lehet vele csinálni. Nem csak első, második és harmadik alkalommal, hanem hogyan lesz ez a jövővárosában egy épület fűtésének az iránytója, hogyan lesz az zöldmérnökökben egy erőműnek a teljes vezérlésének az iránytója, hogyan lesz a szuperhősökben egy szuperhősnek a szuperképességét megelevenítő eszköz, vagy hogyan lesz mondjuk a világkultúráiban egy különleges eszköz, ami segíti egymás megértését, hogyan lesz a jövő feltalálóiban a jövő prototípusának egyik alapeszköze. Közben Viktória kérdezi, hogy ezt meg is osztjuk majd valahol-valahogy. Nekünk az a tervünk, és nem tudom hányszor hangzik el ebben a környezetben, de nekünk az a üzleti modellünk, közben Barna egy neopixel csíkot vesz fel, amit mikrobit, szuperhősök. Igen, az egyik szuperhősnek a minden tápos szemét, hogy nekünk az a üzleti modellünk, hogy mi tanárképzéseket tartunk. Tehát mi még nem vagyunk kész ezekkel az anyagokkal, most fejlesztjük őket, van egy 10 fős csapatunk, aki ezen a fejlesztésen dolgozik. Nekünk az a tervünk, hogy a következő években nálunk, reméljük, hogy még idén elkezdődnek, tanárképzést lehet venni, vásárolni, és mi megtanítunk titeket, akik hozzáfértek ezeknek a gépeknek legalább egy bizonyos részéhez, ami nálunk általában a 3D nyomtatót és a mikrokontrollereket jelenti, képzés formájában tudjuk átadni ezt a tudást. Tehát le is írjuk majd ezeket, és oda is adjuk a könyveket, de a könyv önmagában nem elég. Ezt el kell próbálni, ezt csinálni kell, hogy át tudjátok adni a gyerekeknek. Ez a válasz arra, hogy hol osztjuk meg, és hogyan csináljuk. És itt jegyezném meg, hogy az előbb a bevezetőben mondtam, hogy technikailag mennyire vagyok képzett. Tudnotok kell, hogy egy pár órás mikrobit oktatással ezt én is pont így csináltam, ha jól tudom, egy kiegészítőnek, tehát hogy egyáltalán nem kell megérni, mert tényleg az adminisztrátor hölgyel szoktunk azon nevetni, hogy mi vagyunk ketten a legfejlettebbek a Makerspace műhelyben digitálisan, én ezt most már ki szoktam kérni. Legfejlettebbek, vagy igen, tehát hogy alul képzettek, és hogy ezektől egyáltalán nem kell félni, mert annyira könnyen tanulható. Itt még három másik területet sorolok föl a dián, a CNC marás, szakmunkálás és a varrás. Valójában sok másik területet is ide tehetnénk, de itt próbáltunk ilyen zászlós hajókat ide tenni. Én a varrásnál különösen szeretem megfogni a dolgot, hogy a varrás az a terület, amitől néhányan megörülnek, néhányan pedig hátrahökölnek, hogy mit keres a varrás a 3D nyomtatás mellett. Erre azt szoktam mondani, hogy mi nem vagyunk technológia nácik, nekünk nincsenek technológiai határok. Ha az az anyag az túl szilárd, túlságosan képlékeny ahhoz, ha mondjuk egy fűrészsel el tudjuk vágni, akkor vagy mondjuk egy csapal, vagy egy csavarral oda tudjuk egymáshoz rögzíteni, akkor könnyen lehet, hogy ez azért van, mert az egy szövetanyag, és akkor egy másik gépet használunk, például egy varógépet használunk ahhoz, hogy összeérintjük. Tehát ha mondjuk a szuperhősökben kitalálják, hogy a szuperhős köpeny az egy bizonyos mintájú legyen, és lézervágóval megcsinálják a mintát, és utána rávarják a mintát, vagy a lézervágóval beteszik a textil, és azt megmunkálják, ezzel semmilyen probléma nincsen. De például a jövővárosában is lehet, hogy a városmakett készítése közben fölmerül, hogy egy újfajta biciklizőzletet akarnak csinálni, aminek egyes részeit kicsiben, nagyban vagy közepesben éppen egy varógéppel csinálják meg. A fomegmunkálás, nekem az apukám asztalos, ő szokta mondani, hogy azért munkálunk meg fát, mert azt a legkönnyebb megmunkálni. Tehát a ősember számára a körülötte lévő anyagok közül a fa volt az az anyag, ami a legkönnyebb megmunkálási lehetőséget adta. Ez a mai napig így van, mi is nagyon-nagyon sokat dolgozunk fával,
amikor kérdezik tőlünk, hogy mennyibe kerül egy ilyen műhelynek a fenntartása, akkor nagyon meglepődnek, hogy általában a fával szoktuk kezdeni. A fa fogy a legtöbb. Tehát nem a 3D nyomtatók azok, amelyek a legtöbbet teszik. Már pont ma néztem, hogy augusztus óta vagyunk ezen a helyszínen, és 80 tekercset fogyasztottunk el 3D nyomtatással. De 80 napja vagyunk, és 50 tekercset, igen. 50 tekercset fogyasztottunk el, ott van egy nagy falomban. Viszonylag sokat használjuk a nyomtatót, és 10 darab nyomtatónk van. De azért van 10 darab nyomtatónk, mert a nyomtató nagyon lassú. Mutatok egy példát. 12. Mutatok egy példát. Ez itt. Próbálom a fejem mellé tenni. Ez itt egy Dobermannak a koponyája. Két darabból áll. Akik már jártak nálunk, azok látták. Nagyon sok nyomatunk van, de most éppen ezt mutatom. Ez a Dobermann koponya 60 órán át készül el egy olyan húzószálas nyomtatóval, amit mi is használunk. Ezek azok a nyomtatók, amelyeket érdemes oktatási környezetben használni, nagyon biztonságosak, nem mérgezőek, nagyon könnyű a használatuk. Ez az lassú. 60 óra az nagyon lassú, tehát tényleg nem is tudok más olyan gépről, ami ennyire lassan dolgozna. Ezért nekünk például egy ilyen műhely környezetben több gépre van szükségünk, ha egy egész osztályjal akarunk dolgozni. Ha kicsi dolgokat nyomtatunk, Barna mutatom meg kérlek, hogy a mikrobites házat. Igen, tehát ami a mikrobitnek a háza, amiben egyébként, ha felállsz, akkor meg tudod mutatni, hogy az övedre tudod tüntetni. Tehát az az elv emögött, hogy a szemüveget felveszed. Viselhető technológiát fog válni ezáltal, ha minden jól megy, és levesik le Barna fejéről. Igen. Igen. Igen, ezt most nem hallják. Barna most szuperhős, aki a szuperhős képességét fogja használni, a mindent látó szemet. Igen. Látható. Tehát azt a kis 3D nyomtatott házat, azt egy óra alatt megcsinálja a nyomtató. Ami egy óriási előny, mert innentől lehet viselni. Nyilván lehet szikszfalagot is használni, vagy varrógépet is, de a nyomtató az egyik legkönnyebb és legnyilvánvalóbb felhasználási terület. A gépartja a makerspace-eknél általában azonos. Tehát ez körülbelül ugyanolyan, ezt sokszor el szoktam mondani, amikor itt vannak látogatók, hogy a hagyományos lézernyomtatónál is, ami A4-es lapon nyomtat, és szinte mindegy, hogy milyen típusú a nyomtató, még egyszer sem kérdezte meg soha senki, hogy Samsunggal megy, amikor ha elmentek valahova, és valaki akart nyomtatni, kinyomtatni egy lapot. A 3D nyomtatók teljesen mindegy, hogy milyen típusúak, ugyanazt a kódot fogadják el, ugyanaz az eredmény születik, amikor nyomtatnak. A mikroelektronika ugyanaz a parancsort fogadja el, és minden alkalommal az azonos eszközök ugyanúgy működnek, a CNC maró és a lézervágó szintén. Ez azt jelenti, hogy ami egy makerspace-ben kitalálunk, az minden más makerspace-ben a világon ugyanúgy fog működni. Közben Fogarasi Szabolcs még kérdezte, hogy hány fővel dolgozunk egyszerre, és mennyi ideig tart egy foglalkozás. Gondolom, a dolgozunk itt nem azt jelenti, hogy mi hányan vagyunk, hanem hogy egy szakkörül hányan vannak, hát erre hosszú választ tudok adni. Mi 12 fővel dolgozunk maximum, de voltak itt tanárok Finnországból, akik a mi módszerünket nézték, hogy hogyan lehet adoptálni éppenséget Finnországban, mert ott is sok makerspace van. De azt mondták, hogy hát 6 az igazán ergonomikus és könnyen kezelhető. Hát ebben egyetértek, de nem mindig ez a lehetőség, hogy 6 gyerekkel dolgozunk. Mi ebben a térben, amit itt láttak mögöttünk, 24 gyerekkel szoktunk dolgozni maximum. Tehát van egy elválasztó falamivel külön tudjuk választani a 12-12 gyereket, de mi itt 24 gyerekkel dolgozunk, akit ilyenkor 2 tanár és 2 segítő támogat. Tehát egy szakkörrel csoporttal, 12 tanár. Igen, és a foglalkozás mennyi ideig tart? Ma voltak itt diákok a digitális témahét keretében, ők nekik tulajdonképpen csak egy kóstoló tudta vanni, közben jött egy hosszú kérdés. Igen, megválaszolom ezt a kérdést is. Tehát egy óra alatt itt csak bemutatni lehet a műhelyt, a legrövidebb idő, amit egy ilyen műhelyben érdemes tölteni, 4 óra. Tehát a mi foglalkozásaink az legalább 3-4 órásak, vagyis ennyi idő kell ahhoz, hogy bármi elkészüljön. De még a legegyszerűbb fa megmunkálással készült eszközök is szükséges, hogy egy csapat, ahhoz, hogy a keretmese is érvényesüljön, ahhoz, hogy egy érdekes, izgalmas eszköz készüljön, ez legalább 4 óra kell. Nekünk most 2 órás szakköreink vannak délutánonként, azért ilyen késői a hívás,
meg kellett várnunk, hogy véget ér a szakkör. Igen, amúgy itt zsongás van, igen, és elég zsibongás, nagy, tehát ez elég pont nagy azon élet van. gondolkodtam, hogy ilyen csönd már nagyon-nagyon Igen, régen volt. igen, igen, ritka, hogy ilyen csönd van. De hogy azt látjuk, hogy ez a 2 óra, ez éppen hogy elég a gyerekeknek. A legjobb az lenne, ha heti 2-szer 2 óra lenne, igen. De az a szülőknek egyelőre még megfizethetetlen, és mi még magándiákokból, magántanulókból élünk. Ugye szakkörformában... Meg igazából nagyon leterheltek a gyerekek. Tehát igen. A legnagyobb probléma mindig az, hogy megtaláljuk mindenki számára a megfelelő időpontot, amikor rájön. És hát ugye nem titkolt célunk bejutni a formális oktatásba a Maker alkalmakat, a Maker környezetet, a Maker módszertant eljutatni lehetőleg minél több gyerekhez. Jelenleg a szaköreink a látható foglalkozások. Sok olyan foglalkozásunk van, ami nem látható, amelyek belső foglalkozások, de készülünk egyfelől felnőtt foglalkozásokkal is, és ezt látjuk, hogy azért tudnak annyira komolyan venni minket a gyerekek, mert felnőttek is járnak ide, tehát látják, hogy ők nem kevesebbet kapnak, mint a felnőttek, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos körülmény. A másik pedig az, hogy nyári táborok és 1, 2 és 3 napos workshopok is vannak, egy Tuzsa kérdésére is válasz. Hát a 3-4 órás ismerkedés lehetséges, hogy mennyibe kerülne, arra nagyon nehezen tudok most választ adni. Mindenképpen érdeklődjetek a Facebook oldalunkon vagy a weboldalunkon keresztül. Általában egyedi árat szoktunk adni, attól függően, hogy milyen tantárgyhoz kapcsolódik, és milyen gépigényű, hány fős, milyen gépigényű az adott foglalkozás. De nekünk az a tervünk, hogy ahogy terjeszkedünk és egyre nagyobb a műhelyünk, fokozatosan akár napi egy osztályt vállalnánk, ahol ilyen foglalkozások vannak, illetve nagyon szeretnénk, ha több ilyen műhely lenne, azokban a műhelyekben is a gyerekek megismerkednének ezekkel a lehetőségekkel. Imre kérdező, hogy a módszertani csomagot tervezünk-e megosztani. Nem tudom pontosan, mi az a módszertani csomag, de nekünk ez a fő profilunk, hogy ezeket a mi tematikának hívjuk őket, ezek körülbelül 4 fél éves szakkörök, és fél évente jön egy új etap bennük. Ezeket mi úgy tervezük megosztani, hogy mi egy magáncég vagyunk, ezeket mi árulni fogjuk. Nagyon reméljük, hogy a magyar központi oktatás lát benne fantáziát, és megvásárolja a magyar közoktatás számára, köz- és szakoktatás számára ezeket a csomagokat. De én például egy olyan ember vagyok, aki alapvetően abban hisz, hogy az embereken múlik minden. De nagybetűvel, caps lockkal minden. Tehát nekem a tematika értékesítése nem annyira lényeges, és nem annyira várok bevételt tőle, mint a tanárképzés. Tehát, hogy én a tanárképzéssel szeretném eltartani Barnát és a csapatom többi tagját. Tehát adunk mi egy könyvet, egy 4-600 oldalas könyvet, hogyan kell jövővárosát csinálni, de minden azon múlik, hogy az, aki ezt a könyvet a kezébe kapja, ez föl lett-e készítve általunk, kócsok által, egy olyan foglalkozás megtartására, ami eszméletlen sok veszélyt rejt magában. Tehát erről Barna tud rengeteget mesélni. Nagyon fontos, hogy ahogy mondtam, hogy ezeket a műhelyeket mi tölti meg. Igazából a pedagógus és az oktató és a gyerekek töltik meg, illetve a köztük lévő kapcsolat, hogy a pedagógus alkalommal, mert hogy nálunk az nagyon fontos, hogy a Makerspace-ekben az oktató, illetve a mi Makerspace-ünkben az oktató nem feltétlenül pedagógus. Azt szoktam mondani én példaként, hogy aki tanárként jön ide, azt tanárasítatlanítani kell, na nem jövök ebből a szóból, tehát hogy egy kicsit vissza kell venni abból a megszokott pedagógus jellegből, aki pedig mondjuk fizikus és nincs tanári végzettség, ő neki pedig egy kicsit jártasnak kell lenni a tanárságban, és ezt a középszert megtalálni. Remélem, hogy szeptembertől lesz Imre tanár továbbképzés, tehát nagyon dolgozunk rajta, hogy legyen. Most nagyon-nagyon sok nyári táborunk lesz egyébként. Van egy bónusz lehetőség, remélem, hogy nem számít hirdetésnek, de a Facebook oldalunkon oktatókat keresünk a nyári táborainkba. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy valaki tanárképzésre lesen át, ugyanúgy, mint Barna, bedobva a legmélyebb lehetőséget. Igen. De a formális tanárképzés, ami egy kreditponciál és ami akkreditálva van, a szeptembertől indul.
Hát, hogy milyen nehéz ezeket a foglalkozásokat tartani. Ja, igen, azt igen. akartam mondani, tehát, hogy az lenne a cél egy oktatóval egy ilyen foglalkozáson, hogy igazából, mint mentor a háttérbe szoruljon. Az is nagyon fontos, Péter már utalt arra, hogy itt a makerspace-ek kialakulásánál a közösségi rész az az, hogy egymástól tanulni, hogy látni, hogy a másik mit csinál. Nagyon érdekes azt látni, hogy a gyerekek egymástól tanulnak. Amikor olyankor hátrahúzódik az oktató, és mintegy csak nézi a dinamikát, és nagyon ritkán szól közbe. Ugye arról is beszéltünk, hogy más-más képességekkel jönnek a gyerekek. Itt van olyan gyerek, sőt még jár is, akinek a legnagyobb félelme a nyílt napunkon az volt, hogy hát ő még gépet se kapcsolt be, mert otthon nem ez volt a szokás. 14 éves volt. Most már 3D nyomtatózik, és a Sárkányparknak csinálja az elemeit a másik lánya közösen. De olyan is van, aki robotikában jártas, és robotikából jön. Őnek egészen más feladatot kell adni, viszont ezt meg lehet oldani, mert a robotikás tud segíteni annak, aki egy kicsit el van maradva, és ezt az oktatónak ez a feladat, hogy ezt felmérje, és ezt tudja szinten tartani. Szóval minden irányból él. Olyan is tud egy makerspace-ben hasznos oktató lenni, aki nem pedagógus, és az is tud, aki pedagógus. Azt szoktam kérdezni, amikor talán felvételi van, hogy hogyan viszonyulnak a gyerekekhez. Tehát egyhogy találkoznak-e gyakran ezzel a korosztályjal, ugye közben egy kérdés, hogy hány évesekkel dolgozunk, 11 éves kortól, és nincs felső határ. Tehát bármennyire is furcsa, vegyes csoportok is vannak. Van olyan, hogy felnőttekkel dolgoznak gyerekek, és van, hogy a gyerekek jobbak, mint a felnőttek, és ezt a felnőtteket egyáltalán nem zavarja. De nagyon fontos, hogy azért dolgozunk 11 éves kortól, mert nincs tapasztalatunk kisebbekkel. Tehát én magam, én játékfejlesztő vagyok, és számítógépes játékokat csináltam, elég sok mindent csináltam, de ez egyik dolog, amit csináltam. Én például ennek a korosztálynak dolgoztam. A kisebbekkel technikailag nagyon nehéz mit kezdeni. Technikák, amiket mi használunk, azoknak készségszintű ismerete valószínűleg 11 éves korral korrelik meg, nem véletlenül a felső tagozat. Így van. Így van. És viszont onnantól fogva az összetétel az most még teljesen vegyes. Nagyon érdekes azt látni, hogy 11 éves gyerekek hogyan tudnak 16 éves gyerekekkel együtt dolgozni. Sokat beszéltünk azon, ugye mindenkinek van véleménye, hogy hogyan fog kinézni a jövőben a város. Erről bárki tud beszélni. És nagyon érdekes, amikor egy 11 éves, egy 16 évessel azon vitatkozik, hogy repülőautók lesznek, vagy víz alatti város lesz. Lesz a tengerpart, mennyire lesz ez kihasználva, és nagyon érdekes dolgokat lehet egymástól tanulni. Közben az egyik oktatónk beírt, hogy ezzel vitatkozna. Hát számára a chat, igen, valószínűleg a életkori határa. Ő egyébként fiatalabbakkal is jár ide, és nagyon, nagyon jó szakköröket tart, de mi nekünk például még nem sikerült, egyszerűen mi nem értünk hozzá. Nagyon szívesen veszük a segítséget, tehát olyanok, akiknek van tapasztalata, nálunk sokkal több tapasztalata kisebbekkel, nagyon szívesen látjuk, és nagyon szívesen együttműködünk. Egyébként terve van véve, hogy ki fogunk dolgozni alsósokra is tematikát, így például az űrkadétok tematika az lehet hatásos, de ezen még dolgozunk. Nagyon fontos azt is megemlíteni itt most, hogy tulajdonképpen a mi értékünk az az, és azért hozzák a szülők a gyermekeiket hozzánk, mert látják azt, hogy mi tudunk olyan dolgokkal, mi tudjuk olyan dolgokkal kipótolni az iskolák által nyújtott kompetenciákat, amelyek ott nem nagyon tudnak megvalósulni, azért egyszerűen, mert nincs rá lehetőség. Közben Zsuzsa kérdezi, hogy esetleg nyílt nap. Jelenleg szakképzési nyílt napjaink vannak, tehát a szakképzési rendszerben dolgozó tanárok járnak hozzánk nyílt napokra, mert a GINAP 623-as pályázatban kötelezővé vált szakképzési centrumok számára a makerspace műhely felszerelése, és mi ebben próbálunk segíteni. Egyhogy hogyan néz ki egy makerspace műhely, és hogyan kell benne, egyáltalán milyen emberek valók oda, és hogyan lehet velük dolgozni.
Ezen kívül nyílt napunk, most nincsen terve, amit én magam is sajnálok, egyszerűen nincs időnk. Bármikor lehet nálunk érdeklődni, jönni, ma is a digitális témahét keretében jöttek érdeklődők. Ha keres minket a megadott telefonon vagy Facebookon, egészen biztosan találunk egy olyan alkalmat, ami nyílt alkalom. Lehet, hogy éppen egy olyan külső vállalati rendezvény lesz, ami elviseli azt, hogy oda érdeklődők is jöjjenek, és akkor meg lehet nézni a műhelyt. Szóval visszatérve arra, hogy miért hozzák hozzánk a gyermekeiket, mi egyszerűen ebben a műhely környezetben nagyon jól tudjuk azokat a kompetenciákat fejleszteni, amire az iskola, a mai oktatás nem képes. Tehát olyan 21. századi készségeket tudunk fejleszteni, amelyek igazán hatékonyak tudnak lenni, kognitív kompetenciát, és olyan feladatokat adunk, amikor igazán csapatként tudnak dolgozni. Az elején volt, hogy számunkra nagyon fontos a csapatmunka. Mi valóban nem elégszünk meg azzal, hogy csoportokra osztjuk a gyerekeket, és hagyjuk, hogy dolgozzanak. Mi olyan projekt alapú feladatokat, projektszerű feladatokat adunk neki, ahol tényleg csapatként kell, mert hiszen gondoljatok bele, hogy egy város makettet összeállítani, valóban csapatként kell együttműködni, nem hiába osztunk ki szerepeket, tehát van polgármester, van közlekedésért felelős, van a környezetvédelemért, környezeti dolgokért felelős, és nekik valóban együtt kell dolgozni, hiszen a közös cél az, hogy egy város alakuljon meg, az valóban az együttműködést rendkívül elvárja. És mi azt szeretnénk, és ezekkel a tematikával a célunk, hogy a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy merjenek gondolkodni, merjenek döntéseket hozni, hogy tudjanak együtt dolgozni, és igazi vállalkozók legyenek. Szoktuk mondani ezt, hogy hát az egyik legnagyobb kompetencia a jövőben az, hogy vállalkozni tudjanak a gyerekek, de hát milyen dolog ez? Számunkra az, hogy már egy várost megcsinálnak, az már maga a vállalkozás, vagy létrehozzák a saját szuperhősüket. És talán ez az, ami majd ebben a 21. században az egyik legfontosabb, és amely talán a mostani iskola rendszerben a legkevésbé fejlesztett. Közben Imre kérdezi, hogy a szakképzési nyílt nap kötött időpontokban van egyeztetve. Kötött időpontok vannak, jelenleg a második körös jelentkezés zajlik. Nem én csinálom, mindenképpen, hogyha érdekel önöket, érdekel titeket, akár a szakképzési nyílt nap, akár bármilyen más nyílt nap, de meghallottam ezt a kérést, és már régóta ott van a porondon, hogy legalább két havonta egyszer legyen egy nyílt napunk, ahol akik legalább követnek minket Facebookon, el tudnak jönni. Nagyon-nagyon sok tanár követ minket. A szakképzési nyílt nap jövő héten lesz. Igen, és a szakképzés@makerspace.hu-ra kell írni. Tehát még van hely. Tehát azt hiszem, hogy hétfőn és szerdán? Kedden és szerdán. De sajnos nem mi vagyunk. Igen, szerencsére már vagyunk olyan sokan, hogy mi már csak megtartani kelljen. És mivel ez már a negyedik ilyen nap lesz, és már varró tudunk benne, hogy pontosan melyik lesz, ezek nincsenek kint, ezek a információk a weboldalon, ezek a szakképzés kukacon elérhetőek, illetve mi kiküldtük az összes szakképzési centrumnak, hogy van ez a nap, és nagyon sokan regisztráltak. Tehát eddig 70-en voltak nálunk, és most további 30 ember regisztrált be. Mikor pihenünk? Nem szoktunk pihenni, nekünk ez az életünk, de ezzel nem viccelek. Tehát a Facebookunk, hát rá kell keresni a makerspace.hu-ra. Tehát a Facebook per makerspace.hu, vagy a www.makerspace.hu, és ott van Facebook. makerspace.hu. A Facebook oldalt, igen. A Facebook oldalt most így fejből nem biztos, hogy tudom, de mikor pihenünk? Egyhogy ide hordom a gyerekeimet is, sőt, kifejezetten kérik, hogy ők kisebbek, 5 és 7 évesek, kifejezetten kérik, Barnának már állandóan itt a családja, konkrétan az egész család, és a többiek is csak azért nem láttak a háttérben, hazaküldtük őket, hogy pihenjenek. Igen. Tehát ezt sokan mondják, hogy ez egy 12 órás meló, de az. Több annál, igen. Ebben hinni kell, tehát hinni kell abban, hogy ez működik, és hinni kell abban, hogy változtatni tudunk vele, és én is azt érzem, hogy kevés időt töltök a miért. Az nagyon fontos, hogy amit Péter mondott, hogy hinni kell, és valóban az van, hogy mi hiszünk abban, hogy
hogy ezek az oktatási módszerek, ez az alkotópedagógia, a műhelyforma, minden egyéb sikeres. És mi ezt látjuk, mert halljuk vissza a gyerekektől, hogy mindig azt szokták mondani, hogy úristen, már ennyi az idő, már mindjárt vége. Tehát, hogy olyan visszajelzések jönnek napról napra, amelyek minket görgetnek, még amellett is, hogy tényleg rengeteg a feladatunk, és nagyon, nagyon nehéz sokszor. Viszont az is nagyon fontos, amit Péter mondott, hogy mondjuk amikor Finnországból eljönnek emberek, és azt mondják, hogy ez egyszerűen nagyon jó, amit csináltok, és hogyan lehetne ebbe csatlakozni. Ezek mind azok, amelyek ezeket a fáradtságokat, ezeket a nehézségeket segítenek átlépni, és tényleg hiszünk abba, hogy ez el fog terjedni, és hogy minél több gyerekkel tudunk kapcsolatba kerülni, és minél több pedagógus észreveszi ennek a nagyszerűségét, és ékezpészekkel lesz tele a bolygó. Igen, az ország is a bolygó. Ebben nagyon hiszünk. Most már csak pár percünk maradt, ha valakinek még van kérdése, akkor nyugodtan fölteheti itt is a chatben, vagy kérdezhet tőlünk Facebookon, ma már nem válaszolok, vagy bármilyen más platformon. Nagyon-nagyon szívesen látunk mindenkit a műhelyben. Aki el akar jönni, az egyben nézze, hogy mikor van nyílt napunk, a másik az, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Mindenki előtt itt válunk. Még soha senkinek nem mondtuk azt, hogy ne jöjjön, és ne nézze meg a műhelyt. Mindenkire szívesen szánunk annyi időt, hogy körbevezetjük a műhelyben. És köszönjük szépen a figyelmet. Azt hiszem, hogy egy óránk volt, ebben nem volt teljesen biztos. Igen, egy óránk. De köszönjük, hogy megvettünk hívva a digitális témahétre. Igazán azt érezzük, hogy jó helyen vagyunk, és hogy jó figyelem irányul ránk, és nagyon-nagyon sok munka van még előttünk, de biztos vagyok benne, hogy egyre több mindenkivel fogunk találkozni azok közül, akik ezt tartanak. Többen írnak. Többek között Henszeg Gyuri is, aki az egyik tanárom, és egy sikeres műhely alapítója. Jó, hát. Műsor végéhez érkezett.